Minden logében. Illetve van még egy lovunk, aki csak félig meddig van bent. Start elindult a nap első futam 1400 méteres távon, és jó startot vett Mafumo, mögött pedig Susan színei tűnnek föl. Mafumo, Susan, ez az első két lósorrendje, és Kőrisa Jaroszláv Línekkel remek pozíciót talált magának. A Little Music a közvetlen élmezőny mögött helyezkedik, sőt, Little Music gyorsít, és föl fog menni majd a vezető Mafumo mellé. A lovak most már elhagyták az átjárót, még mintegy jó 1100 méter van hátra a versenyből, és a mezőny végére már a Maros csúszik vissza. Összességében jól együtt galopozik az egész mezőny, IC majd a mezőny második feléből kezdi meg a zárkózást. Egyelőre csak hátulról a harmadik helyen van, miközben nagyon erős tempót diktál Mafumo. Mafumótól megszoktuk, hogy a verseny első felében nagyon erős. Jönnek a lovak a 800-as táblához, és Mafumo még mindig vezet. Mögötte a Little Music és Springolina színeit látom. Susan remekül tartja magát a középmezőnyben, ott van még mindig Kőrisa. Kőrisa mellé pedig most már zárkózik Icy. Jönnek most már a lovak lassan a befutó egyenesre, jön az utolsó 400 méter, és még mindig vezet nagyon magabiztosan Mafumo. Mafumo az élen, Mafumo továbbra is nagyon magabiztos, ahol lehet megnyeri a harmadik versenyét idén, a 400-as táblát elhagyva tudja növelni az előnyét. Mafumo vezet mögötte a Little Music, Mafumo a Little Music, elindul Kőrisa, jön Susan, de óriási a hátrányuk a vezető Mafumohoz képest. Mafumo a távolszapnál még mindig nagyon magabiztos, Mafumónak meg lehet a harmadik győzelme, a helyezésekért lehet küzdelem, Mafumo vezet, bár most már csökken az előnye, Aglegény indul el óriási lendülettel, Mafumo Aglegény. Mafumo, Aglegény és Kőrisa, ez a nem hivatalos befutási sorrend a nap első futamában. Mafumo ér haza, és szerintem azért ez rögtön egy elég komoly meglepetés. Tudjuk, hogy gyorsló Mafumo, de azért 1400 méterre hát ritkában szokott hazaérni, főleg nem negyedosztályban. Az 1000-1200 méterező igazi vadászterülete gyorsan kezdett, és a vártnál sokkal-sokkal tovább bírt, tehát konkrétan egészen a célig. Valóban lassult, valóban jöttek rá a többiek, de igazából nem annyira, hogy komoly veszély fenyegesse az ő győzelmét, és ugye ez a plusz egy kiló túlsú is még belefért Mafumo számára. Ugye valóban győzelemmel zár, még az a harmadikkal ebben az évben, ez a 6 éves. Nagyszerű évet zár így Mafumo, hiszen újabb 240 ezer forintot keresett, és ott van 900 ezer forintos nyereménynél. Talán nem vették komolyan, nem tudom, minden esetre van, amikor Mafumot 1200-re is utolérik, sőt, sokszor érték őt utol, ott 400-nál óriási rést tudott szakítani magának, ott tudta növelni az előnyét, és az volt a döntő. Mert jött a mezőny, meg nagyon jól együtt volt a mezőny, de Mafumo volt előttük. Bírta az figyelem, az első futam nem hivatalos befutási sorrendje 5-ös, 7-es, 2-es, ismétlem, 5-ös,